London, 1953. november 25-e. Az időjárás, amiért annyit, de annyit aggódtunk az elmúlt napokban, most nagyon kedvező. Tegnap este ugyan néhány órás eső áztatta a pálya talaját, de éjfélre az eső elállt, és most a mérkőzés megkezdése előtt enyhe, kellemes, teljesen ködmentes az idő, sőt néha-néha előmosolyog még a vágyat novemberi nap is. A stadion főárbócán a mérkőző csapatok tiszteletére az angol és magyar, a játékvezetőjére pedig a holland zászlói leng. És most fölhangzik Wembleyben 105 ezer néző előtt a magyar himnusz. Néző zúgása, moraja tölti meg a hatalmas arénát. De nem csak ők vannak itt. Itt vannak önök is, kedves hallgatóim. Szinte hallom az egész ország szíve dobbanását, a gyárak, a falvak dolgozóinak lelkes buzdítását. Játszatok jól, fiúk! Szerezzetek új sportdicsőséget a mi hazánknak. A magyar csapat olimpiai összeállításában játszik. Grosics a kapus, Buzánszky, Lóránt és Lantos a három hátvéd. Bozsik és Zakariás a két fedezet, Budai, Kocsis, Idekúti, Puskás és Cibor a csatársor összeállítása. Az angol játékosok fehér mezben és fekete nadrágban játszanak. Merrick a kapus, Ramsey, Eckersley a két hátvéd, Wright, Johnston és Dickinson a fedezetsor, Matthews, Taylor, Montezen, Sewell és Robb a csatársor. 7 óra, 17 perc londoni idő szerint, amikor Kocsishoz került a labda, és aztán Bozsiké. Bozsik előre vágja Budainak. Budai leveszi, ott vagyunk most az angol térfél közepén. Kocsisi a labda, vissza Budainak. Most már azonban ott van Dickinson, aki kiküldi a labdát. Az oldalvonalon túlra, len vagyunk az angol térfélen, egészen az alapvonalnál. Budai Kocsis fejére teszi a bedobást, a játékvezető azonban lesípolja, és pedig azért ezt a bedobást, mert elmozdult Budai Laci lába. De nézzük most, mi lesz. Budai egy cselt csinál, aztán Kocsisnak adja, Kocsist azonban elválasztják a labdától. Szerencsére ott van Bozsik, Zakariás, majd újra Bozsik a labda útja. Aztán Hidekuti, Hidekuti egy cselt csinál, most lő! Óriási! 1-0-ra vezetünk! Hidekuti 16 méteres lövése a jobb felső sarokba szállt. Hallgatóim, 1-0 az eredmény Magyarország csapata javára az első félidő első percében. Puskási a labda Puskás lábáról, lecsúszik, ketten is állnak mellette, Wright és Ramsey is rávigyáz, úgyhogy megszerzi aztán a labdát a kapus, de pillanatban rosszul rúgja ki, pontosan Puskás lábára, Puskás Tibort szökteti, Tibort elmegy Ramsey mellett, most vigyáz Zoli, Puskásé, Puskás áttör a védőkön, elesik, hely nem futja a bíró, de Hidegkutinál a labda lövés, gól! Puskás a mi télfelünkről indul el vele. Laposan gurítja Kocsis lábára, Kocsis laposan tovább Bozsiknak, Bozsik laposan tovább Hidekutinak, Hidekuti laposan tovább Budainak, így laposan, na most laposan Cibornak. Cibor elmegy a labdával, nincsen rajta senki, a jobb szélső helyén van-e pillanatban. Cibor most az alapvonalról Puskásnak adja, Puskás cselcsinál, lő, gól! 3-1, gól! Bedobás következett, Kocsis leveszi gyönyörűen a labdát, Puskásnak adja, Puskás a félvonalról indul el, Szeredeken szökteti Budait, Budai elmegy a labdával, elkezdi becsúszó szereléssel, próbálja elcsípni, a játékvezető azonban szabadrúgást ítél a miénk javára, úgy ítélte meg, elkezdi megmozdulását. Szabadrúgás a miénk javára, tehát mintegy 20 méterre, 25 méterre Meri kapujától. Bozsi készülődik neki a labda elrugásának, Puskás felé küldeni, nem inkább lői, Puskás beleteszi a lába, gól! Gól! Micsoda nagy mérkőzés, valóban az évszázad mérkőzése ez. És most zúg, morog az aréna, Wright-e a labda, Wright ível befelé, Grosics elvetődve csípi el Mortensen ragyogó fejesét. Hogy véd Grosics most ragyogóan, 25 méterre Merrick kapujától Puskás készülődik szabadrugás elvégzésének. Bozsik is ott áll mellette, melyikük rúgja vajon a labdát? Puskás szalad a labdának, laposan teszi Hidekutinak, Landi lőj! Nem tud lőni, visszaadja Puskásnak, és most már Puskás mellett elviszik a labdát. Bozsik utána nyargal, fény megy a labdáért, megy, és az alapvonal előtt elcsípi. Most vágja befelé, Kocsis fejjel, kapufáról vágódik Budai elé. Milyen bal szerencse! Most ott van megint Bozsiknál a labda, 16-osról lövés, gól! Tibor a jobb hátvéd helyén van, és Buzánszky a jobb szélső posztján egy pillanatban az angol térfél közepén. Most ívelődik át Budai felé a labda, aztán Kocsisi, Kocsis fejjel Puskásnak adja, 16-oson vagyunk, Puskás fölemeli, Hidekuti lő, gól! A játékvezető nézi már az óráját, amikor Ramsey vágja most előre a labdát, és aztán
Vége a mérkőzésnek! Vége a mérkőzésnek! Megszületett a ragyogó diadal! Zúgatap 6-3-ra győzött a magyar csapat Wembleyben! Tókió 1964. októbere. A magyar-szovjet vízilabda mérkőzés eredeti 15 000 kilométernyi utat megtett hangja. 4-2-re vezetünk! Jaj, csak most! Bedobás, tehát a milyen gyalog! Gyerünk rá, Roxolán úszál, egyedül megy a kapuk elé! Roxolán továbbítás oldalra! Jövető, egyedül légy tovább! Légy a vezető! A sírból jött vissza ez a mérkőzés. 5-2-re vezetünk, másodpercek. Vége! Gyertünk! Megvan, kedves hallgatóink, megvan az 5. Magyar Olimpiai Bajnokság.